Március végén Mátyás hadai Nagyszombatban már készen álltak a cseh hadjáratra. 1468. március 14-én indult meg a magyar határ, és lépte át a magyar határt, és a magyar határ közelében lévő Morvaország területére lépett. Elfoglalta Morvaország fővárosát, Brünót és Olmützöt. Seregeivel körülzárta Pogyebrád fiát Viktorint, aki végül kimenekült a gyűrűből, Pogyebrád serege pedig Csehországba vonult vissza. Mátyás egyelőre megelégedett a Morva föld elfoglalásával. A hadak fővezérletét a hozzá pártolt cseh katolikus párt vezetőjére, Sternberg de Zdenkóra bízta. A következő hónapokban a diplomáciai közeledést kísérli meg a lengyel udvarban. Ott próbálkozik ezzel, ahol IV. Kázmér lakott, illetve a koronát ellopató Erzsébet királyné, illetve szintén Erzsébet nevű lánya lakott. Itt próbálkozik diplomáciával. Azt tudnunk kell, hogy ez a származási vonal még mindig igényt tartott a magyar trónra. Mátyás próbálkozott, de természetesen kitérő választ kapott. Eléggé finoman elutasították. Azt azért természetesen, ahogy mondtam, tudnunk kell, hogy a Jagelló udvarban azért a Habsburgok néztek vissza rá. Habsburgok, akik családjuk jövendő birtokának tekintették Magyarországot. Mátyást, mint nemzeti királyt különösen gyűlölték, és mindenhol rossz hírét keltették, és alacsony származásáról beszéltek. Mátyásnak nem maradt más szövetséges reménye, mint a nagyon is kétséges nyugati szomszéd Frigyes császár. A Habsburgoknak ez a jóval komolyabb vonala nyugatról fenyegette Magyarországot. De az, szerencsére azonban ez a Habsburg Frigyes császár, ez azért nem lehetett igazi ellenfele Mátyásnak, már csak a pápa miatt sem. Mátyás részéről ebben az időben egy távolabbi, de azért közelebb hozható terv kezdett el kibontakozni. 1469 elején Mátyás visszatért Magyarországra. A pápánál viszont Frigyes lépéseket tett, hogy érvényesítse a Habsburgok magyarországi trónigényét. Mátyás úgy tűnik, hogy igen ügyes diplomata volt, mert az ellenfelek számára a legváratlanabb meglepetésekkel tudott szolgálni. A pápa és a császár igencsak megdöbbentek, amikor értesültek arról, hogy Mátyás személyesen ült le tárgyalni, volt apusával, Pogyebrád Györggyel. Még február elején Mátyás fegyveres haddal indult el Brünnből. Merészen szolgalegénynek öltözött, és úgy próbálta földeríteni az ellenséget, és bizony még a cseh őrség elfogta őt. Persze csak átmenetileg került fogságba, hiszen Mátyás kitűnően beszélt csehül, és hamarosan szabadult. A téli időjárás lehetővé tette Pogyebrád számára, hogy összekuszálja, illetve nagyon nehézé tegye a magyar sereg utánpótlását, illetve az utánpótlási vonalakat sikerült elvágnia. Mátyás tehát ez a helyzet kényszerítette, hogy valamilyen megoldást találjon. Ez ösztönözte őt arra, hogy személyes találkozót kérjen az apósától. Persze a találkozóból csak annyi került nyilvánosságra, hogy fegyverszünetet kötöttek. Pogyebrád támogatásával szeretett volna Mátyás közelebb kerülni a német birodalomhoz. A német választó fejedelmek azonban sohasem gondolták komolyan azt, hogy Mátyást esetleg német királyá, római királyá válasszák. Pogyebrád megkísérelt közben járni, és ez az ő sikertelensége is ezt bizonyította. De hát hiába volt eredménytelen ez a követjárás, azért Mátyás a másik oldalon meg időt nyert a követjárással. Tehát a szorult helyzetét a maga javára tudta fordítani. Brünnben találkozott a császár is, illetve a pápa követeivel, akik azért jelentek meg nála, hogy mindenképpen rábeszéljék a cseh háború, a husziták elleni háború folytatására. Állítólag a pápai követek még az egyházi átkot is be akarták vetni Mátyás ellen. Mátyás azonban nemet mondott. Sőt,
a pápai, illetve a császári követek szeme láttára találkozott a Voltaposával. Ugyanis Mátyás magával vitte őket a tárgyalásokra. A német választófejedelmek egyébként tisztában voltak azzal, hogy nem várható az, hogy Frigyes önként lemond a császári trónról. Sőt, az sem volt várható, hogy a német választófejedelmek majd valamilyen idegen uralkodót fognak maguk fölé választani. Tehát kimondhatjuk, hogy Mátyás reményei eléggé nem alátámasztottak voltak. De hát nehogy azt gondoljuk, hogy ez magyar sajátosság, másoknak sem volt több reménye. Például Szépfülő francia király próbálkozott, hát neki sem volt esélye. Persze itt van, aki ellent vethetne, hogy ugye a luxemburgok, azok a francia Arlan gróf családjából származnak, de hát ugye luxemburgi Zsigmond német-római császár lett, aztán Wenzel német-római császár lett, de azt is tudnunk el a luxemburgokról, hogy a luxemburgok noha nem németek voltak, de azért a német-római birodalom területéről származtak. Tehát szegről végről ugye oda tartoztak. Mátyás meg teljesen idegennek számított, egy másik országnak az uralkodója volt, az apja még közdemes volt, úgy emelkedett föl, Mátyásnak nem volt dinasztiája, és nem voltak dinasztikus kapcsolatai. Mátyás királya választását pedig pont az apja érdemeinek köszönhette, hiszen a magyarországi nemesség, a köznemesség mit sem tudott arról, hogy milyen képességei vannak egy 15 éves fiúnak. Az apja tekintélye csinált királyt belőle. Mátyás törekvéséről, hogy ő római király szeretett volna lenni, nem nagyon találkozunk a forrásokban. Csak bizonyos diplomáciai levelezésekből, velencei és cseh diplomáciai levelezésekből lehet kikövetkeztetni. Azt viszont tudnunk kell, hogy az utódlás kérdésében a német-római császár nem rendelkezett teljhatalommal. Olyan rendszer alakult ki a középkor folyamán a német-római birodalomban, hogy kialakult a 7 választófejedelem, és csak a 7 választófejedelem választhatott római királyt, illetve német-római császárt. Ezek miatt a dolgok miatt, illetve ezzel a háttérrel érthető meg igazán, hogy Mátyás miért forszírozta, miért tartotta olyan nagyon fontosnak a cseh királyi címe megszerzését. A cseh király, ugye az a német-római császár egyik vazallusa. Ő Mátyás nem a német-római császár vazallusa akart lenni, hanem választófejedelem akart lenni, szeretett volna bekerülni abba a szűk elitbe, akik a császárválasztást, akik csinálják a császárt. Így önmaga is jelölt lehetett volna, és megkaphatta, hogy az elődei, ahogy Zsigmond, Albert, hogy megkaphatja a magyar királyi cím mellé a cseh királyi címet, illetve a német-római császári címet. Persze az az alapvető különbség az elődeihez képest, hogy ő magyar nemzeti királyként lett volna megválasztva a cseh királynak, illetve a német-római császárnak. Óriási különbség. Ezt a törekvését persze eltitkolta a magyar alattvalók előtt. A magyarok mindig saját nemzeti királyt akartak választani. Már az nem kevés munkájába került Mátyásnak, hogy a csehországi aspirációit elfogadtassa. Itt segítségére volt a pápa, ugyanis Mátyás volt az egyetlen környező fejedelem, uralkodó, aki a husziták ellen hajlandó volt harcolni. Néhány szót beszéljünk Vitéz Jánosról. Ugye ő lett az esztergomi érsek, ő volt az apai barát, aki hozta azt a szellemiséget, az apja szellemiségét, és talán részt vett Mátyás nevelésében is. Vitéznek hatalmas szabadsága volt az ügyek vitelében, volt időszak, amikor tetszése szerint kormányozta az országot. Mátyás nagyon megbízott Vitéz Jánosban, még a legkényesebb diplomáciai ügyeket is nyugodtan rá merte bízni. De főleg a Frigyes császárral kapcsolatos tárgyalások diplomáciával kapcsolatban teljesen nélkülözhetetlen volt Mátyás számára a tapasztalt humanista Vitéz János. Maga Vitéz János is, és az ő unoköccse Janus Pannonius, ugye, aki pécsi püspök lett, ők hűségesen követték Mátyást. Mindenesetre nagyon érdekes szerintem, hogy mellettük német származású főpapok kezdenek el föltünedezni.
Mátyás egyébként Bogyebráddal szinte tüntetően nyájas maradt. A cseh katolikus főurak meg megdöbbentek. A katolikus párt feje, ez a Steinberg Zdenko, szinte könyörgött Mátyásnak, hogy fogadja el a cseh királyi címet. Mátyás pedig éppen ezt akarta elérni. Tudta, hogy a pápa nem örülne annak, hogyha Mátyás cseh király lenne, illetve Frigyes császár pedig aztán végképp ellene volt ennek a dolognak. És keleten pedig ott várakozott IV. Kázmér, a lengyel király, aki a magyar trónra ácsingózott. Mátyás elfoglalta Morvországot és Sziléziát, de teljesen magára hagyat vált, nem voltak szövetségesei. Mátyás pont ilyenkor érezte elemében magát, amikor veszélyes szituációba, veszélyes helyzetekbe került. Amikor nyugodt fejjel, nyugodt idegekkel kellett a legváratlanabb katonai, illetve diplomáciai lépéseket tenni. Az egy nagyon ritka adomány, hogy egy uralkodó ne csak jó hadvezér, hanem jó diplomata is legyen. A Bogyebráddal való tárgyalások megszakadása után Mátyás nem állt ellen a cseh katolikusok kérésének, és az olmüci székesegyházban cseh királlyá választották. Vitéz János és Proteáz érsek kezébe teszi le a királyi esküt. Majd átvonult a másik tartományába, Sziléziába, és annak fővárosába, Boroszlóban megismétlődik a jelenet. A hívására Boroszlóban megjelenik II. Frigyes brandenburgi választófejedelem, illetve a választófejedelem öccse János őrgróf. Nagyon jól összebarátkoztak, szinte szövetségesek lettek. Igaz, hogy a háború még nem volt befejezve, de ezzel Mátyás az európai nagyhatalmi játszmáknak egy következő, egy magasabb lépcsőfokára lépett. Kiemelte Magyarországot abból a nyomasztó elszigeteltségből, amibe az ország az idegen uralkodók ideje alatt jutott. Közben Mátyásnak ugye végig a háborúra kellett gondolnia. 1869 őszén a magyar sereget vissza akarta vinni Magyarországra telelésre, de Bogyebrád akciói megakadályozták ezt. Azon a nyáron szerencsére Mátyás Veszeli városánál elfogta Bogyebrád idősebbik fiát, Viktorint. Magyarországra szállítatta és Visegrádon tartotta fogolyként. Egyébként nagyon jó körülmények között, tehát nem szenvedett hiányt. Ez alatt azonban Viktorin öccse, Henrik, egy másik sereggel győzelmet aratott egy magyar seregtesten Morvaországban. Mátyás teljesen magára maradt, Frigyes császár, mint szövetséges, szóba se jöhetett. Mátyás, ha nem is támogattam, de mindenképpen szívesen látta azt a nemesi felkelést, ami Ausztriában tört ki Frigyes uralma ellen, és felhasználta. Ez a felkelés egy Baumkirchner nevű nemes vezetésével tört ki. Mátyás ekkor elővette Vitéz János ügyességét és okosságát és diplomáciai képességeit, mert hogy ezek már egyszer a korona visszaszerzés kapcsán jól működtek, és őt küldte Frigyes udvarába. Vitéz János pedig teljesítette is a feladatát, elérte, hogy személyes találkozóra kerüljön sor a két uralkodó között, Frigyes és Mátyás között. Nagyon erős volt a bizalmatlanság közöttük. Például Mátyás megkövetelte, tehát Vitéz János megkövetelte, hogy amíg Mátyás Bécsben tartózkodik, addig a kapukat, addig a magyar őrség őrizze. 1470. február 14-én vonult be Mátyás Bécsbe. És nem fogolyként hurcolták be, mint annak idején 5. László. Megmutatta a világnak, hogy ő egy önálló birodalomnak a királya. Megmutatta a pompa kedvelését, és ez nem üres hivalkodás volt, ezt politikai eszköznek használta. A zsugoriságáról és a művészetek iránti teljes érzéketlenségéről ismert Frigyes egy ilyen vidékies, teljesen dísztelen udvart tartott.
Frigyes alattvalói hirtelen éles kontrasztban láthatták, hogy milyen is egy igazi király, hogy Mátyás mennyivel más. Csodálatos ruhák, a köntösök suhantak, fegyverek csillogtak. Mátyás egész Csehországot nem foglalt el. Több résztartományból áll, Morvországot, Sziléziát és a két Lausitzot elfoglalta, csak maga az a Prága környéki cseh magtartományt azt nem sikerült elfoglalnia. Jövedelmeit már nem csak Magyarországról húzta, hanem ezekből az elfoglalt tartományokból is, és azt tudnunk kell, hogy Szilézia az egy rendkívül gazdag tartomány, nagyon-nagyon gazdag kereskedőiparos városokból állt. Nagyon komoly jövedelmekre tett szert Mátyás. Frigyessel azonban nem lehetett tárgyalni, csak az időt húzta. Mátyás eléggé hamar rájött erre, és egész egyszerűen szó nélkül faképnél hagyta. A Jagellók lengyel dinasztiája, Kázmér, a koronatolvaj királyné, meg az ennek a koronatolvaj királynének a veje, sőt, maga a Frigyes császár is mind-mind akarták a magyar koronát. Mátyás életére törtek, de mindenképpen Mátyás vesztét akarták. És természetesen Pogyebrád is hozzájuk tartozott. A rosszul sikerült bécsi találkozó után, Frigyes tartva Mátyás megtorlásától, Pogyebrádhoz, illetve a lengyelekhez, Kázmérhoz, Jagellókhoz közeledett. És Pogyebrádnak is szüksége volt erre a közeledésre. Ő nagyon ügyes diplomáciával a Jagellókat magához édesgette, azzal az ígérettel, hogy halála után Kázmér fia, Ulászló lesz a cseh király. Természetesen semmi sem maradt titokban, Mátyás is értesült ezekről a hírekről. Mátyás lépéseket tett Rómában, és azt a megnyugtató választ kapta második pál pápától, hogy a római szentszék nem fog engedményeket tenni a huszitáknak. Mátyás ezt a választ hallva most már igazi cseh királynak tartotta magát. Az ellenfél, Pogyebrád viszont alig várta, hogy a seregeit Magyarországra vezethesse. Mátyás közvetlen környezete, a tanácsosai nagyon rossznak ítélték meg a helyzetet. Úgy ítélték meg, hogy a király erőfeszítései eredménytelenek, és ezek a próbálkozások csak veszedelmet hozhatnak az országra. Vitéz János nyíltan meg is mondta a véleményét Mátyásnak. És akkor ott egy teljesen váratlan dolog történt. Mátyás egyszerűen arcon ütötte az esztergomi érseket, a tanítómesterét. Ez egyébként egy jellemző volt rá ez a nagyon gyorsan fellobbanó harag, ami nagyon gyorsan el is múlt. A Magyarországot megtámadni készülő Pogyebrád azonban teljesen váratlanul 1471 márciusában váratlanul távozik az élők sorából. De az igazság, hogy Mátyás kilátásai nem javulnak így sem. A korábbi megállapodás értelmében Prágában megjelennek a cseh király, bocsánat, a lengyel király Kázmér követei, és a fiát, Ulászlót koronáztatják meg királyá. És Mátyásnak nem volt hozzá eszköze, hogy ezt megakadályozza. Morvaországot, Sziléziát, Lausitzot, tehát a megszállt területeket azonban továbbra sem adta fel. Amikor felfedeződik az ellene irányuló összeesküvés, Mátyás hazasiet. Ügyes diplomata is azokhoz az urakhoz a legkedvesebb, akikről már tudja, hogy elpártoltak tőle. Miről van szó? Ugye itt az összeesküvésben személyes sérelmek, az ország kormányzás, más módon kormányozta Mátyás az országot, az országgyűlés nélkül hozott határozatokat. Úgy tűnt a vezetőknek, hogy elhanyagolja a török problémát, és mindezek vezettek oda, hogy ez a keserűség késztette az embereket arra, hogy elkezdjenek szervezkedni. Persze volt egy határ, amit nem kellett volna átlépni, az már soknak tűnt, hogy Kázmér lengyel királynak a kisebbik fiát, akit szintén Kázmérnak hívtak, meghívták az összeesküvők a magyar trónra.
nagyon hamar meggondolják magukat, ezt már maguk a felkelők is túlzásnak tartják, és nagyon hamar letesznek erről a szándékukról. De Kázmér serege már hip-hop itt is van az országban. Erről a Kázmérről tudnunk kell, hogy ő a rossz emlékű Zsigmond lánynak az unokája. Egy kiáltványt tesz közzé a magyarok számára, és ebben a kiáltványban azt írja, hogy ő az örökség jogán Magyarország természetes ura. Mert hogy ő Zsigmondtól, illetve Habsburg Alberttől származik. A magyar rendek írtak neki egy válaszlevelet, és ebben elmagyarázták neki, hogy a magyar trónt most nem lehet megörökölni. A magyar trónra a királyt azt választják. Kázmér csapatai azonban előre törtek a felvidéken, és egészen Nyitráig jutottak. És a nyitrai vár kapuit előre megbeszélt módon maga Jánosz Pannonius nyitotta ki előttük. A vérig sértett Vitéz János és az unokaöccse Jánosz Pannonius is ezek között a felkelők, ezek között a lázadók között van. De nem sokáig, mert Vitéz János nagyon hamar fogságba esik, hiszen Mátyás serege körülzárja Esztergomot, és nagyon-nagyon hamar elfogják Vitéz Jánost. És Kázmér serege is, ugye itt már magyar lakta területekre ér, és a magyarok azok egyáltalán nem kívánnak egy ilyen uralkodó alá tartozni, nem támogatják őt, egyáltalán teljesen elszigetelt helyzetbe kerül. Mátyás egyébként nagyon tapintatosan jár el a lázadókkal, a felkelőkkel, és nagyon hamar megegyezik velük. 1471. december 19-én létre is jön az egyesség. Vitéz János megérti a helyzetet, Mátyás oldalára tér ismét, sőt a felkelőket is Mátyás oldalára állítja. Mátyás bántatlanságot és a méltósága megtartását ígérte neki. Kázmér herceg meg, ugye a felvidéken igyekszik mindegy hamarabb elhagyni Magyarországot. Amikor ez megtörténik, és Kázmér elhagyta az országot, Mátyás Nyitra alá vonult, és a Kázmér által itt hagyott 4000 fős helyőrség gyakorlatilag azonnal megadta magát. Kázmér egyébként egy nagyon érdekes, jellegzetesen középkori figura, mert a kudarc után elfordul a világi élettől, nagyon, nagyon mély vallásosság lesz rá jellemző, és egy kolostorba vonul, és nem érdeklik a világi élet dolgai. Jánosz Pannonius meg nem ment oda Mátyáshoz bocsánatot kérni, nem mert oda menni, menekült, és hát menekülés közben halt meg. Nagy fontosságú esemény volt, hogy második pápa 1471 nyarán meghalt. Utódja a ferencesrendi Francesco della Rovere lett. Ő lett negyedik Sixtus pápa. Ő már úgy kezdte az uralkodását, mintha ő is egy itáliai uralkodó lenne. Felismerte, hogy a pápák lehetőségei egyre szűkülnek. Az azonban nagyon lényeges volt, hogy nem adta fel a török elleni háborúk eszméjét, illetve továbbra is foglalkoztatta a csehországi eretnek probléma. Ez jó hír volt, hiszen Mátyás továbbra is számíthatott a pápa politikai és anyagi támogatására. 1472-ben Sixtus pápa egy a keresztény uralkodókból létrehozandó szövetségre gondolt. Tehát fontos volt az ő számára, hogy azok az uralkodók, akikre azt gondolt, hogy részt vehetnének ebben a hadjáratban, tehát a német császár, a lengyel király, a magyar király kibéküljenek egymással. És Mátyás természetesen maga is kimutatta a hajlandóságát. Őt lánykéréssel fordult a Jagellóházhoz. Azt javasolta, hogy ő feleségül venné a király lányát, ebben az esetben lemondana a cseh koronáról. De mint kiderült, a békevágy nem volt kölcsönös. Gondoskodott erről Frigyes császár is, úgyhogy az osztrákok és a lengyelek gyorsan megegyeztek. 1474. március 14-én írták alá a szerződést, amelyben Frigyes császár és Kázmér lengyel király szövetséget kötött, és együtt támadják a magyar királyt. Mátyás most már tisztán látta, hogy nincs keresnivalója ezeknél a királyi házaknál, lemondott mind a Habsburg, mind a Jagelló
feleség gondolatáról, és elfogadta a nápolyi király aragóniai Ferdinánd ajánlatát, aki a lányát Beatrixot ajánlotta királynénak. A fegyveres támadást pedig készen várta. Frigyes császár azonban tehetetlen volt. Mindenféle szempontból, pénzügyileg is, és az osztrák rendek kézben tartották. Úgyhogy ő tétlen maradt. Nem létező seregeit nem indította el. Ez a tétlenség pedig lehetővé tette Mátyásnak, hogy csupán Kázmérrel és Ulászlóval foglalkozzék. Kilátásai azonban nem voltak túlságosan reményteljesek, mert körülbelül 60 ezer lengyel katonáról beszélünk, meg 20 ezer cseh katonáról, legalább négyszeres túlerőről. Mátyás udvarában megjelent Ernő szász választófejedelem, aki Mátyást ismerte el cseh királynak, és hűbéri esküdtett neki. Közvetíteni próbált Mátyás és Kázmér között, de sajnos nem ért el eredményt. Mátyás ekkor az ilyen nagy túlerővel szemben csak az ügyes taktikához folyamodhatott. Nem egyetlen döntő csatára kikészült az ellenféllel szemben, hanem a seregét szétosztotta. Különböző helyeken folyamatos támadásokkal nyugtalanította az ellenfelet. És nagyon ügyes hadmozdulatokkal sikerült elvágnia a Lengyelországból érkező utánpótlási vonalakat. Sőt, betört Lengyelországban is, és egész Poznanig jutott előre. Felperzselte azt a területet. A lengyel, illetve a cseh táborokban élelmiszerhiány keletkezett. Őszi időjárás volt, nem voltak tartalékaik, éheztek. A Mátyást megbuktatni akaró hatalmas haderő hamarosan abba a helyzetbe került, hogy kénytelenek voltak tárgyalásokat kezdeményezni Mátyással. Úgyhogy ott állt Mátyás előtt a két Jagelló, Habsburg Erzsébet veje és unokája, akik nemrég még Magyarország urainak hirdették magukat. Mátyás, immár a nápolyi királylány vőlegényeként, nem bár sokat tőlük. Azt azonban megkívánta, hogy Kázmér is és Ulászló is személyesen jöjjenek el a tárgyalásokra. Boroszló mellett történt meg az első találkozás 1474. november 14-én. Mátyás nagy pompával 3000 páncélos élén fogadta Kázmért. Aki egyszerű fekete ruhában érkezett, Ulászló azonban nem jött el a tárgyalásra. Mátyás azonban nem engedett. Közölte, hogy csak Ulászlóval együtt hajlandó megkezdeni a tárgyalásokat. Tolmács útján beszélgettek, pedig hát tudjuk, hogy Mátyás kitűnően beszélt csehül, úgyhogy a lengyel királlyal is elbeszélgethetett volna. Kázmér más nem tehetett, megígérte, hogy másnap Ulászlóval együtt érkezik. Majd közelebb hajolt, és tolmács nélkül kérte Mátyást, hogy Mátyás engedélyezzen az éhséggel küzdő seregének 3 nap élelmiszerbeszerzést. Mátyás nagyvonalúan engedélyezte ezt, és másnap Ulászló is megérkezett édesapjával együtt. Szemmel láthatóan nagyon kínosan érezte magát, ugyan kezet nyújtott Mátyásnak, de az arcát elfordította. A fegyverszünetet persze megkötötték 1477-ig. Kiki megtartotta a saját maga által birtokolt területet. A Jagelló sereg tehát Sziléziából azonnal távozott. Azt azonban el kell mondanunk, hogy Mátyás ezen a csehországi hadszíntéren további hódítást már nem vitt végbe. De az a mód, ahogy kivágta magát az őt halálos szorítással fenyegető gyűrűből, igen, hát hatalmas tekintét adott neki Közép-Európa szerte, és sőt a Német Birodalom területén. Tekintélyét nagyon nagy mértékben növelte az a tény is, 1474. október 30-án kihirdették az eljegyzését a nápolyi királylánnyal. Az ifjú asszony 1776. decemberében érkezett Magyarországra, Fehérvárra, ahol magyar királynével koronázták. Beatrix megérkezésével egy új fejezet kezdődött Mátyás életében.